Szevasztok, szevasztok, köszöntünk titeket. Kaponi és Csövese. Itt a Bloodcast 12. Ugye? Adásában. 12. és hát szokás szerint itt van velem Zsolti, én pedig Feri vagyok. Azoknak, akik nem ismernek. Azért mondjuk el ezt, mert egyébként nem nagyon szoktunk bemutatkozni. Nem, a Bloodcast-ek elején, viszont ha minden jól megy, a tervek szerint fogunk föltenni, hol van a teám? Nem tudom, hol hagytad a teára. Kinhagytam, jó? Kinhagytam. Szóval, ha minden jól megy, akkor a tervek szerint fogunk föltenni majd nektek videót hát narrációval a legutóbbi versenynek a döntőjét, amint ezt sikerül összehozni, és hát ott nem lesz értelmszerűen arc, csak név, és így fogunk ott mind a ketten ott ültünk a döntőbe. Így van, úgyhogy de ott se látszik az arcunk a videó. Úgyhogy ennyit a bemutatkozásról, és hát néhány dolog az érkezésekről. Folyamatosan mennek fel a lapok, még mindig tesóm nyomja fölfelé egyfolytában a singles-eket. Innen is köszönjük a munkáját. Így van, és ez egy ilyen endless work szegénykémnek, mert hát mellette van még rengeteg dolog, amit csinálnia kell, és egyszerűen elképesztőek vagytok, mert annyi rendelés jön be, hogy az valami hihetetlen, és gyakorlatilag után kell rendelnem egyfolytában mindenből. Most, hogy tudjátok, ezek a rendelések itt vannak mellettünk ilyenkor, és én elgondolkodtam azon, hogy ilyen pillanatban van itt 5 csomag, hogy ebből hány vámpír van, vagy hány vámpíros van benne, mert hogy én neveket nem ismerem. És akkor hova kell elmenni megutolsni a kis feneküket ahhoz, hogy akkor miért nem jönnek játszani? Így van, élegyenek föl játékban. Hát Szabó Ricsinek megy innen egy, ő volt itt kettő. Elnézést, nem Szabó Ricsi, Szabó Richard. Richard, így van. Szóval ő neki is megy. Ebből egyébként 3 van, ami most vámpíros rendelés, de ez az 5 darab azért van itt, mert ez Fox Postos. Még azt hiszem 3-at vitt a tesóm ma a postán föladni. Úgyhogy, ja, és még van kettő helyi erő, akiknek a rendeléseit van kint a másik irodában. Úgyhogy tényleg elképesztőek vagytok, hogy ennyit rendeltek, és nagyon köszi érte. És ami most a legújabb hír, ez pont mai, tehát a felvétel napján ütődött nyelve ez az üzlet, sikerült viszonylag jó áron vásárolnom még 11 darab Black Hand Display, 12 darab Kindred Most Wanted Booster Display, illetve 2 darab Gehenna Display. Úgyhogy erről fogunk majd még beszélni. Ez azt jelenti nagyjából és egész évben, hogy ezekkel az árakkal olyan 1800 forint környékére fog kijönni egy booster, ami azért lesz igazán jó, mert így meg fogom tudni végre azt csinálni, hogy a verseny nevezésért már lehet majd szerintem egy boostert kapni, hogy nálunk ugye nincs ilyen lefogyasztható büféjegy, mint más helyen, de mondjuk a nevezés mellé akkor járna egy-egy booster, és azért mondjuk egy KMV-ből még mindig ott van az oszcián, amit ki lehet bontani, és nem néztem még meg, hogy a Gehennában mit lehet, de bízom benne, hogy abban is azért lesznek majd értékek, de ahhoz képest, amit eddig a nevezésért kaptak sokan, az extra lesz, úgyhogy majd látjuk, hogy ez hogy fog kijönni a matek, mert azért a döntősöknek is kell majd biztosítani valamekkora sztorit, tehát lehet, hogy nem az lesz, hogy mindenki a nevezésért, de mondjuk a mezőny fele már tud kapni valami nyereményt a nevezésért cserébe, de hát ezt majd kiderítjük még ezeket a részleteket. És folyamatban van még 2 egyéb displaynek is a beszerzése, egy Knights of Reckoning, azt hiszem, nem? Az az Imbued-os ugye? Nem, a Sword of Cain, ami szerintem egy nem rosszabban, azért elég jó lapok vannak, ilyen Seraph Second, meg hasonlók. Ez is beszerzés alatt van, illetve a Dark Sovereign sem került le a napirendről, tehát elvileg ezek is lesznek. És természetesen folyamatosan elérhetőek lesznek az új szettek is a boltban. Szóval a vámpíros részéről ennyit. Nézzétek majd a shopot, mert most a mesterlapok vannak éppen soron, aztán utána jönnek a kombatlapok, amiket töltünk fölfelé. Úgyhogy erről ennyit. És a mai
adásban több témát fogunk ejteni. Először a szerbiai, szerbiai szereplésünkről fogunk beszélni, ahova négyen látogattunk ki. Fogunk beszélni, a fő témája a mai előadásnak az lesz, hogy hogyan és miként éli meg a az egyszerű vámpírjátékos a rage-elést a játék folyamán, ami egy... Vele is, nekünk mindenkinek van már itt tapasztalata. Speciális része a játéknak, és hogy mi nekünk milyen tapasztalataink vannak, és hogyan lehet ezt elkerülni. De fogunk beszélni az új 30. ünnepi kiadásból eddig megmutatott ártokról, illetve felvetődött itt a Kecskeméti Fórumban egy tábornak a lehetősége, úgyhogy erről is fogunk a mai adásban beszélni. És hát én Zsoltit kérném föl, hogy a Szerbiát ismertesse nektek. Hát jó. Szóval Zsolti, tarts élménybe számolt nekünk Szerbiáról, kérlek. Hát én nagyon élveztem, és így ennyiben le is szálltam. Szóval, hát elindultunk ugye négyen, Feri, Charlie meg Alex, meg jó magam. Hát ha én nem megyek, akkor itt mindenki nagyon boldog lett volna, én rajtam kívül, bár én így sem voltam boldog. Nagyon, mikor indultunk el? 17:30 után egy kicsiben talán egy Kecskemétről. Igen, mert még mindenki ivott itt egy kávét, jó el voltunk, remek. Megbeszéltük, hogy mindenki egy kiló kaját hozott magával az útra. És nyomtattunk még, én nyomtattam 3 vagy 4 féle decklisztet. Ja, igen, mert nem tudod, hogy melyikkel akarsz jönni egy-két lap különbséggel, és mivel Milos azt mondta, hogy neki nyomtatott decklista kell, ezért így kinyomtattad az összes variációt. Hát ez egészen addig nagyon jól is ment, hogy az úton nagyon elökölködtünk, megbeszéltük a magyar politikai helyzetet. Megbeszéltük, hogy milyen az együttélés a vámpírosok között. Igen, milyen jó tud az lenni. Megbeszéltük, hogy mennyit fogunk várni a határnál. Vártunk egy is, órát. Ráadásul, tehát tényleg majdnem persze pontosan egy órát vártunk. Midőn a magyar határőr azt mondta, hogy áldás békesség menjél tovább. Viszont a szerb határőr hölgy annyit tudott mondani, hogy go back Hungary. Azért azt tegyük hozzá, hogy... Várjál, hogy miért történtek ezek a dolgok. Mert hogy én sikeresen elhattam annó egy hónappal ezelőtt a személyigazolványomat. Az útlevelemet azt szerintem 6 éves koromban használtam utoljára, tehát hogy nem túlságosan gyakorta megyek külföldre. De igen, akkor mindig EU-s tagállamokban. Most ez itt ugye voltak problémák. És a héten megérkezett, midőn ez utólag kiderült, az új személyigazolványom a szüleimhez, de egy nagyobb egészségügyi probléma miatt hát erről elfelejtettek szólni. Én meg nem kérdeztem, mert hát én is bele voltam ebbe vonva. És így mentem egy jogosítvánnyal, ami ugye Magyarország egy tökéletesen elfogadott formátuma az önigazolásnak, mivel fényképes okiratról beszélünk. Na hát az a szerbhatárom, mint kiderült, nem elegendő. Aztán itt hát ennyi volt a szerbhatárom. Aztán go back Hungary. Itt legalább megrett az új pólómnak majd a nyomdája. Mert hogy külföldre csak ilyen pólóba fogok menni. Go back Hungary. Aztán... Már lerendeljük. De jól telt amúgy a nap. Én ettem a kefét és ütöttem magamat orvaszájba, mert muszáj volt. Viszont a Starbucksban szerintem még soha senki nem vámpírozott reggel 8-9 óra környékén. Legalábbis a Szegediben biztos, nem? Tehát, hogy ott azért szerintem néztek pár szemmel ott a kis hölgyek ott a pult mögül, hogy mi ott leálltunk az egyik legnagyobb asztaluknál vámpírozni. Aztán jöttünk ide-vissza Kecskemétre, mindenki röhögött egy jót, én kevésbé, de szerintem a többiek sem annyira, de ők legalább jól kezelték a helyzetet, és így játszottunk aztán este 7-ig talán itt, mert hogy így összegyűlt egy kis csapat, hogy akkor déltől akkor játék, ha már ennyire balfaszok voltunk, és nagyjából így ennyi. Én úgy gondolom, hogy... Így van, úgyhogy az első külföldi élmény beszámoló a Bloodcast-ben egy eléggé speciálisra és szerintem emlékezetesre sikerült, úgyhogy hát ennyit a szerbiai kiruccásról, bár azt azért hozzá kell tenni, hogy
ha jól tudom, ketten képviseltették Magyarországot. Ja, hát, egyről biztosan tudunk, bár... Mind a ketten voltak, én Gyulával is beszéltem, mondták mind a ketten, hogy hát annak a bizonyosnak nem a Jobbik végére születtek a versenyen. Mennyien voltak végül, azt tudjuk? Nem, hát megmondom az őszintét, hogy Csalossa, hogy annyit beszéltünk, amennyiről így ugye tudsz. Én Gyulával... Így van. Gyulával is beszéltem egy keveset, de ő sem volt túlságosan bőbeszédű. Lehet, hogy még az aznap, másnap, harmadnapi problémák voltak rajta, nem tudom, de ő sem volt túl bőbeszédű. Jó, hát ha majd erről többet tudunk, akkor majd össze azt megbeszéljük. Beszámolunk. Na, úgyhogy ennyit a Szerbiáról. A külföldi szereplés az természetesen nincs elvetve. Charlie már írt rám, hogy hol van a következő ilyen lehetőség, mert eléggé nagy hiányérzete van, hogy egy ilyen külföldi megmérettetésen részt vegyünk, úgyhogy keressük erre majd az alkalmat, és majd fogjuk mondani. Sőt, hogyha gondoljátok, és szeretnétek elmenni patyára a határig, és visszajönni, akkor várunk mindenkit. Már van személyigazolványom. Igen, legközelebb alapos, megpróbálom nem elhagyni. Alapos határellenőrzést tartunk az indulás előtt. Anális, majális is. Mindenkinek minden megvan-e. Na, úgyhogy ennyit erről. Ha már versenyzés, akkor azt viszont elmondom, hogy a következő versenyünk az június 1-én lesz. Igen. Nálunk, Kecskeméten, ugyanazokkal a keretekkel, mint amennyi eddig, és azért hozom most ide, mert kapcsolódik Szerbiához, mert Szolos engem hívott tegnap, hogy Milosék jelezték, hogy 6 fővel átjönnének, ha is amennyiben 3 kört tartunk. Ami ugye úgy lett a kiírásban meghirdetve, hogy ha 30-an vagyunk legalább, akkor 3 kör plusz döntő lesz. Úgyhogy arra kérek mindenkit, aki hallgatja meg, nézi a Bloodcast-et, hogy legyetek szívesek a Facebook eseménynél jelezni, hogy jöttök-e, mert hogyha itt meg lenne a 24 fő fixen, akkor tudnának csatlakozni a szerb kollégák, és én nagyon örülnék, ha meg lenne az első 30 fős vagy 30 pluszos versenyünk. Úgyhogy jelezzétek, és várunk mindenkinek, vagy mindenkit, június 1-én itt Kecskeméten a következő versenyen. Így van. És akkor durrancsuk át magunkat a tilterős, régyelős topikra. Azért akartam ezt ide behozni, mert talán ez a tiltelés, meg az, hogy így az embernek elborul az agya kártyajáték közben, ez azért minden kártyajátékban képviselteti magát, vagy könnyen elő tud fordulni. Tehát, amit komolyan veszel, az kihatással van rád. Főleg, hogyha mondjuk, nem tudom, nem úgy húzol, vagy nem jól mérted föl a metát, vagy valami hasonló. De hogy mivel itt egy ötfős játékról van szó, azért itt azt gondolom, hogy ez hatványozottabban jelen tud lenni az egész. Ha csak visszagondolunk itt a kecskeméti versenyre, itt is voltak vannak események. Meg hát, hogyha visszagondolunk itt a különböző játékalkalmakra, hogy én a legutolsó személyes példámat meséljek, amikor ugye a csodálatos Antinosz fidekkemmel beültem a Charlie Antisalubria elé, ami kivételesen nem immortálos volt, mert akkor nem lett volna semmi bajom, hanem egy szimpla animus Carry on Croat from Bats Combattal fölálló Antinosz-fi blokker, amit simán elvitt a két agrevált, és gyakorlatilag egy kör alatt leesett az összes vámpíron torporba, úgyhogy én ott föl is álltam, azt megköszöntem a játékot. És hogy legyen viszonyítási alap, és akkor majd erről tudunk beszélni, hogy közben meg beültem a legutóbbi versenyen, amit a hatalmas szerencsével meg is nyertem, egy Charlie Baba Jagával játszott, aki alapból agreváltat üt, én meg a Nosfikkal, és sikerült végül őt is kiejtenem. Persze egy teljesen más paklival, de hogy alapból úgy ültem le, hogy tudtam, hogy benne van az a pakliban, hogy akkor most én itt le leszek agreválva, és hogy el fognak hullani a vámpírjaim, de hogy ezt így el tudtam fogadni előre, és nem volt ez, hogy akkor, most az összes, a kávé így, az összes vámpírom torporban van, és akkor most akkor mi van? Tehát, hogy én azt vettem észre magamon, hogy rohadt sok múlik azon, és főleg a végkimenetel, vagy az eredmény szempontjából, hogy mennyire adod át magad ennek az egész tiltelésnek, vagy hogy így elborul az agyad, és hogy mennyire nem tudsz gondolkodni.
Neked mi volt a legjobb élményed ezzel kapcsolatban? Talán amikor harmadjára ültél le elém a Váci döntőbe. Tehát ezzel már annyira untam, hogy a bepasszott rohadt toreadorokkal. És ez a, nem, nincs velük baj, persze, csak folyamatosan pult szarnak, és ez a két-három cept, amit nagy nehezen össze tud szedni, mert többet nem tud, az pont elég. És ez a, jó, ezen megint nem fogok átmenni, jó, ezen megint nem mentem át, jó, ez megint a felügyre előttem, jó. És azt hittem, hogy valami régebbi sztori fog ebből kérdezni. Nem, haszom ki van. Még most is berézselsz rajta. Hát persze. Jó, már valójában nem. Tudom is, hogy mivel jövök júniusban. Gyere! Figyelj, nagyon szívesen agyon lőlek, tehát, hogy és a kompetens nem fog megműteni. De Fort is torrádóra jön. Na nem baj, a pszichéma csak elviszi a többit. Tehát így jó, egy idő után csak elfogy. Elfogy a prevent. Jó. Nem, tehát valójában én... Mert azért emlékszem, hogy amikor még régebben játszottunk, és azért ott is voltak ilyen alkalmak, amikor emlegettük már szerintem itt a Bloodcast-be sokszor, hogy Abonyi Robi nagyon szeretett Arikával játszani, igen, meg nagyon szerettem Beast-tel, és amikor már tudtuk, hogy a Robinak a paklia hogyan és mind működik, és gyakorlatilag vagy az volt, hogy megfogod Arikát az elején, azt levered, igen, vagy akkor körbe megy az asztalon, és akkor amikor gyakorlatilag kijött a vámpírja, még semmit nem csinált, már beborult a torporban. Akkor ott azért volt némi vita, de itt is szokott azért előfordulni, hogy keresztből nem csinálnak meg valami. Szegény Stanislava kijön és agyonverték két vérre, örül, hogy nem torporban van, de hogy már hátrapakolni se ezen nem tud. Vagy hogy beszélgethetnénk arról, hogy a Filius Andris hova Bleedel Kindred Spirit-cel, vagy az, hogy a Borbél Krisztián hogy szavad, vagy hova üt, meg ilyen hasonlók. Meg hát ugye vannak még itt olyan, vannak olyan játékosok, akik mondjuk nem tudom, keresztbe is be kell, hogy bleedeljek, meg kell az egy, és akkor azt elszeleg. Van ilyen, volt ilyen, és segít Gyomai Gáborba bleedeltem, hárman csak egy hátrapakulást. Vagy csak keresztből tudok paritizni, hát vagy jó lesz oda egy ígőszáj. Szóval, hogy vannak olyan szituációk, amik azért nem kevés bosszúságot tudnak. Igen, igen, az egy nagyon-nagyon érthetetlen dolog, amikor itt keresve folyamatosan megmentik az ember prédáját, mert megtehetik. De hát úgy szép az élet, tehát... De nálam például, ami sokszor érzem magamon, hogy kiveri nálam a biztosítékot, az, amikor így érzem, hogy valaki ilyen nagyon érzelmi alapon hoz döntést a játékba, és egyébként nem, nem logikusan, ahogy az asztalnak mondjuk az egyensúlya megkívánná úgy hoz döntést, hanem nem tudom, már ő be van tiltelve, és akkor ezzel borítja így kvázi az asztalnak az egyensúlya. Igen, amikor úgy ülsz le, hogy jó, akkor ez csak azért hátra megyek, mert te ülsz ott, csak azért nem megyek előre, mert te vagy mögöttem, és biztos egy kör alatt ki tudsz ejteni, ha nem figyelek oda, de ez nem bír el sokat, ez nem az a deck. De nem baj. Igen, hát, ugye itt a Kecskeméten, ugye minél többször játszunk, ugye ez annak is a hozadék, azért egyre többször ismerjük már, hogy a másik mivel játszik, igen, és bár próbáljuk azért mi legalábbis rotálni a paklikat, de azért vannak olyan játékosok, akiket fixen tudjuk, hogy mivel játszanak, főleg ugye a kezdőknél is, ahol kisebb alapkészlet, és az ember már eleve tudja, hogy milyen esélyekkel, igen, következményekkel tud leülni játszani, de azért ott is vannak, például most maradjunk a Krisztián Mitraszos combat deckjével, ami egy vámpíros pakli, és gyakorlatilag azon kívül, hogy bleedel 5-öt úgy, hogy ha megblokkolsz 5-öt ütök, ja, ezen kívül nem nagyon effektív, tehát, mert tesztelni kell még azt a paklit meg összerakni, egyébként lehet az elég erős, de hogy így egy ilyen tesztkoncepciós deck mennyire tudja borítani az asztalt, és mondjuk az asztalnak a másik fele ezen miatt mennyire tud mondjuk kiborulni, hogy valakinek a prédáján mondjuk nincs nyomás, igen, és ő tud minden további nélkül előre menni. Úgyhogy én nálam mondjuk ezek, ha már valaki tiltel és emiatt érzelmi alapon hoz döntést, az nálam is ki szokta venni a biztosítékot, bár mondom emiatt a legutóbbi verseny tapasztalatai miatt azért így igyekszem nyugodt maradni ebbe a tekintetbe.
És mi van akkor, Zsolti, milyen az neked, amikor mondjuk miattad tiltelnek, vagy amiatt, amit te csinálsz? Tehát nem te tiltelsz, hanem mondjuk a... Hát azért én nem nagyon szoktam olyan paklikkal játszani, kivéve, hogyha tényleg ez a undorító self-breed. De az, akkor meg ez az egy dolgot tudod, de kés készen. Hát nem tudom, mert én elkaptam egy olyan mondatot a Krisztiántól múlt, hogy már megint ezzel a köcsök blokkerrel ülsz itt előtte, mert játszottál most nem tudom, négyet. Igen. Ilyen karnával meg igen, ilyen, hát de most így, de ez tudja a deck. Hát, hogy miért idegesítjük föl magunkat azon, hogy valaki egy olyan koncepciót játszik, aminek az a célja, tehát hogy itt nem értem teljes mértékben azokat, akik elítélik a blokkereket, mert hogy így tönkre vágják a játékot. De hát, ha neki az a dolga, hogy te ne játsz a játékodat, mert neki az a lényege, akkor így, hogyha hagyná, hogy játsz a játékodat, akkor onnantól kezdve az ő papírjának az értelme veszne el. Csak hát föl kell tudni dolgozni, vagy fogni azt, hogy nem mindig az jön össze, amit szeretnél. Tehát a blokker egy tökéletes ilyen életmód tanácsadó, hogy nem az jön össze. De hát amúgy meg nem tudom, mit sír a Krisztián, mert állandóan elment 3-4-5 szerszeg. Jó, volt, amikor a versenyen megfogtam az 5 szerszét, attól ki is akadt, mint a taxióra, ezt megértem. De nem volt rajta semmi szegény karnán, hogy aztán a problémát okozzunk, csak nem ment át egy reklesz. Hát a búd. Én azt gondolom egyébként, nekem ez a személyes tapasztalatom, hogy ahelyett, hogy az ember ilyen esetben egyébként, amikor mondjuk van egy előre eltervezett reklesze, amit mondjuk ki akar hívni, hogy szerintem a tiltelés elkerülésében nagyon sokat tud segíteni az, hogyha mielőtt csinálsz valamit, akkor van egy B-terved. Mert hogy mindig kell arra számítani, hogy az, amit te eleve kitaláltál, az nem fog összejönni. Igen, keresztbe kapsz egy directet, hát egy delayinget, vagy szóval elég sok opció van ebben a játékban arra, hogy ez ne úgy jöjjön ki, mint ahogy te előre eltervezed, mert hát nem nagyon lehet látni az emberek kezét, hogy mi van benne, és hogy emiatt, hogy lehet, hogy például én is, most maradjunk ennél a babajagás agreválós kérdésnél, hogyha tudom, hogy én akarok csinálni valamit, és annak az a következménye, hogy le fogok torporba kerülni, akkor ezt már ezzel tudok számolni, és mondjuk előtte meg tudok kérni valakit, hogy akkor mit tudom én, ki fog-e hozni keresztbe. Igen, a játék, tehát amit én érzékelek itt, nem csak nálunk itt Kecskeméten nagy részt, de úgy állás tüzemben, így a versenyek alatt, hogy nagyon keveset beszélnek ahhoz képest az emberek, amennyire a kommunikációra van építve ez a játék. Tehát, hogy ténylegesen így azért van rengeteg timeout asztal van, én amiket így olvastam külföldi versenyeken, mert ott éppen az, hogy annyit pofáznak az emberek közben, hogy túl sokat. Nálunk meg túl keveset, és emiatt vannak olyan paprika, hogy tényleg egy-két kérés, díl kellene csak ahhoz, hogy hatékonyabb legyél, igen, hogy ne legyél akkora hátrányban, csak hát nehéz utána, mert akkor meg kell tanulni dílelni, hogy akkor neked mi a jó, és az mivel legyen értékű. Azt meg az emberek nem biztos, hogy szeretik. Hát így van, meg érdemes ugye átgondolni, hogy akkor ez az adok-kapok történet, hogy mit tudsz felajánlani ezért, hogy mindkettőtöknek jó legyen, szóval ebből a szempontból ugye a kompromisszum készséget is fejleszti ez a történet. Nem tudom, te ott voltál azon az asztalon most a legutóbbi versenyen, ahol a Vaka, meg a Charlie, meg nem tudom. Nem. Mert ott is volt valami ilyen... Igen. Sorry, de majd a verseny döntőjéről készült videóba is fogunk erről szerintem beszélni, hogy ugye a Csabi is eléggé letiltelt ott a igen, döntőbe. Nem igazán gondolkozott abba, én legalábbis ahogy láttam rajta, hogy ezt hogy lehetne normálisan megoldani, és akkor ténylegesen ne menjen előre, tehát nem mindig ami a csövön kifér, az a legjobb. Igen, így sokszor jön ez a durcás kisgyerek a háttérben, nem? Hogy igen, így, hát ez a... Nem azt kaptam, amit akartam, és akkor be vagyok hisztízve. Mondom ezt én úgy, hogy egyébként én ilyen vagyok, tehát hogy nem másokra mondom, magamra mondom, hogy mindenki, nekem is erre mindenki nagyon... Mindenki tud hisztízni, mindenki tud rage-elni, attól függően éppen, hogy a környezetem a dolga éppen hogy állnak, tehát annyi kihatással van az emberre ez, hogy...
Igen, a Suhiernek, a mesterennek, a sírásnak egyébként. Múlt egy csütörtökön is játszottunk, és csak kidobtuk az ülést, még azt se tudta, hogy mi újság, hogy te másik, miért oda kell ülni, most csak ez üti, meg azt kell neki ütni, meg soha, meg fú, még azért szét se kevert a dekét, vagy ki se rakta a púját, de igen. Már az másik. Körbe ment, az asztalon ment körbe? Nem, én mentem körbe a tepsi. Ja, az utána lévő asztalon 13, nem tudom hány antitorreadorával. Hát igen. Jó, igen? Nem tudod, ki játszott ez a paklival? Nem, én nem szeretem az embrészes dekket. Az embrészes dekkel az a baj, hogy oké, hogy vannak, de megfogod a vadászatát, az kalapkabát, az elbaszták két vért, még egy akció. Hát, ezért kell sok change of target-tel játszani. Végül is, hogyha állva marad. Elmegy vadászni még egyszer. Én tényleg is valahogy most már azért kevesebb az ilyen... Amikor ugye én ezt játszottam még anno, akkor ugye Suhi szarrá játszotta a karmát, és ott ugye beépített egyszer, miatt ugye nem kellett neki lapot kijátszani. Igen. Na de hogy visszatérjünk a tiltelős topikra, itt volt például a két versennyel ezelőtt, mikor az Iház Balázs, mikor Szaulotta játszott, és az első körös Dreamsére, vagy mire kapott igen. egy szádent. Szóval, hogy ott az alapvetően befolyásolt az egy momentum mondjuk az egész asztalá. És ugye ez is nagyon fontos a tiltelésben, hogyha föl tudod ismerni, hogy na oké, akkor most nálam elszállt az ész, vagy nem tudom, hogy mennyi idő alatt tudsz mondjuk visszajönni. És mondjuk a Tepsinek a példája is mutatja a döntőben, hogy ő ott el volt ezzel egy fél órát, hogy ott tisztizett, az közben nem esett ki. Tehát, hogy a Gyula nem ejtette ki, szóval, hogy úgy el volt, hogy egyébként ő is, hogyha tudott volna dílelni, mondjuk keresztbe veled, vagy az Attilával, vagy akármit, akkor lehetett volna ennek a döntőnek teljesen más kimenetele is. Szóval, hogy nagyon fontos az, hogy mennyi idő alatt tudsz, főleg mondjuk versenykörnyezetben, mert egy hétköznapi játék alkalmával persze lehet, hogy egyszerűbb az fölállsz és akkor hazamész, de egy versenykörnyezetben mondjuk fontos lehet az, hogy át tudsz ezzel lépni, hogy most akkor be... Nem hiszem, hogy bármilyen környezetben a belső kisgyerek táplálása az felnőtt emberként, az bármilyen pszichológiai előnyt fog nyújtani neked az életben, a jövőre nézve, tehát hogy így nem mész haza, nem fogod magadat, és akkor így legondolkozol a kis életeden, hogy vajon... Egyébként vajon sokkal ilyen. Kevesebbsze van már szerintem ilyen rage-elés a játékban, hogyha ahhoz kell viszonyítanom, hogy mondjuk annak idején én emlékszem, hány szó mentem haza, valamennyi csak számít, hogy felnőttünk. Igen, ez sokkal. Azért, mert valójában ez így, ha kirage-elsz valamin, hát most lelked rajta, csak ez még mindig egy játék. Oké, hogy két órákat ölsz vele ebbe a játékba. Hát meg ki mennyit, ugye még otthon a készülődésre, mondjuk Tepsi azért elég komoly időt belerak ebbe a játékba. De valahogy egyébként, amikor így a játékhoz való hozzáálláson gondolkodom, akkor ilyen Lubányi Zoli jut eszembe, hogy a Zoli, ő tényleg a játék szeretetér, meg élményéért ül le, és kevésbé játszik, mondjuk eredményorientáltan. Igen. És hogy én egyszer nem láttam még hisztizbe fölállni, hogy most kiestem. Nem. Vagy nem, ő attól is jót rögök, hogyha agyonlövik a vámpírját. Vagy szóval, hogy ha elmegy a zombi egy kamerás mobilla, csak azért, hogy teljesen lényegtelen, amit csinál, de hogy annyira élvezi. Tehát így kifejezetten jók az ilyenek. És hát amit még ide hoznék ehhez a témához, hogy viszont nagyon fontosnak tartom azt, hogy ha történik is ilyen, hogyha valaki megbántódik, vagy megsértődik, vagy mit tudom én, úgy érzi, hogy igazságtalan volt a sztori, hogy akkor ezt így lehessen megbeszélni, vagy hogy tudjuk rendezni egymás között a közösségen belül, hogy ebből ne legyen utána. Persze, de ez is az érettségnek, meg a felnőtt létnek az egyik alappillére, hogy tényleg nem mint egy mocsos kisfiú, Christopher Hughton, azt hiszem, úgy hívják. Ülsz magad alatt. A toreador? Aha, a tízes toreador. és így nem vagy hajlandó megbeszélni a problémádat a másikkal, és így csak annyit lehet észrevenni, hogy fújtok, vagy nem, valaki fúj a másikra, mert az azért ritka, hogy mind a kettő fújjon a egymásra. Hát, hál' Istennek azért nálunk szerintem ilyen nincs. És hát ez azért is fontos, mert ha jönnek a kezdők, most is itt van, hiszem,
Anita, vagy Anitának hívják. Anitának hívják a legújabb játékosunkat, hogyha ő is ugye azt látja, hogy nem tudom, milyen feszült környezet van, vagy nem tudom, akkor el tud menni szerintem a kezdő Na, múltkor így játékosokat. végig hallottam egy ilyen kis beszélgetést Lali meg Anita között, és így közben kincsigiztem, mert a két SB-nek volt a leghosszabb köre. És utána már jó, hát nagyon fáradt voltam, tehát már mondták Charlie-ek, hogy ne is tűzzek már ennyit, és mondom, de bács meg, tehát ott ül a Debsi, ott ül az Andris, és még mindig nem jöttem, és már elszívtam egy csigit, és 5 perce itt ülök. Tehát, hogy így végighallgattam a beszélgetéseket, nem hiszem, hogy Anita az a fajta csaj lenne, aki nagyon ezen besérülne. Tehát, hogy... Eddig alapvetően azok nem szoktak World of Darkness-et játszani, akik ilyen, nem tudom, princess kategóriájú csajok, szóval viszonylag kevesen vannak. Ja, úgyhogy hát kíváncsian várjuk mondjuk a ti hozzászólásaitokat, vagy észrevételetek. Mi a legcringebb rédzselése. Ki mire emlékszik, vagy hol kattant ki nála a nem tudom, a tilt jelző, amikor valami olyan történt az asztalon, ami nem esett jól, úgyhogy ezt írjátok meg, nyugodtan nekünk, és majd mi is jókat rögünk. Ez igen, ez szerintem azért mindenkinek van ilyen az életében, és jókat lehet rajtunk röhögni, mert amúgy játszok tovább a játékot, csak ugye egy-két napra így az ideg elkap minket. Igen, főleg egyébként én azt szoktam észrevenni magamon, hogy amikor még egy új paklit tesztelek, és kurvára nem működik, akkor vagyok hajlamos ezt így magamra venni nagyon, meg kiborulni rajta, holott csak annyi, hogy időt kellene adni, meg levonni a következtetéseket, hogy akkor mi nem volt rossz, meg mondjuk egy játékból nem leszűrni valami hosszú távú következtetést, bár amikor olyan paklikkal akarok menni, amiben nem tudom... 30 free drive van? 30 free drive van, és csak első grupos primogének, akkor... Akkor ott lehet, hogy az nem... Az a baj, én is rengeteg ilyen pakli ötleten agyaltam már, de annyi. És így... Még mindig nem tudom, akármennyire is jó ez a... Mi ez? Protective District? Vagy mi a Pitypang ennek? Ja, igen, a primogénes reakció, igen. Protective District, igen. És annyira jó az alap, de hogy egy továbbküldés még mindig annyival jó. Ez a bajom ezzel is, hogy basszus, miért használjam ezt, amikor van dominétes primogén, aki tovább küld, szóval igen, ez egy örök dilemma lesz, hogy miért jó az a lap egyébként, szóval... Nem kerül vérbe. Ez az egyetlen egy előnye. Wow. És szabadokra is lehet használni. Mert a primogének, hogyha négyen vannak, se érnek túl sokat. Tehát... Kivéve most találtam épp valami vámpírt, aki azt tudja, hogy ja, a Moldavis Advanced. Igen. Hogyha ő kihív egy szavazást, akkor primogének plusz egyet szavaznak abban a szavazásban. Wow. Szóval... Ja, és ezen is gondolkoztam, hogy ennél a decknél, hogy így végignéztem, hogy te basszus, oké, első grupos primogének, senki nem játszik velük. Miért? Mert egyébként szarok. Szóval, hogy... Nincs, olyan képességeik vannak, hogy nincs képesség. Így van, tehát a leghasznosabb képessége a 10-es Nostfinak van, akik mindent plusz egy stealth-en csinál. Meg a Bazilnak, akinek alapból aggravált a keze. Ennyi. Tehát ez a két hasznos primogén van kb. De hogy ott van közben az összes prince, aki annyival jobb, és mondjuk egy second tradition is százszor jobb mondjuk, mint ez a Protected District, szóval... Ja, szóval vannak nálam is ilyen lapok, amire így mindig próbálok valami decket csinálni. Valamire csak jó lesz az. Én múltkor volt nálam Alex, és magyaráztam neki a Moszkov Júdásos decket, amilyen nagyon hand size csökkentő, mert ugye az -2-vel kombatolsz, akkor lehet valami két olyan lappal játszani mellé, ami még egy hand size-ot csökkent a prédánnál, és akkor van enne benne ilyen High Priest, meg Jan Peterson, és akkor egy nagyon minimális lenne a hand size-a. Ja, emlékszem, hogy megpróbált összerakni ezt a decket. Ő próbálkozott valami ilyesmit, igen, hogy a Jan Peterson meg a izét a Andromain jut összerakni. Hát nekem is volt egy ilyen ötletem, másfél órát agyaltam rajta, hogy hogyan lehet a Nocturne-ból vargult csinálni. Szóval erre majd várjuk a pakli ötleteket, nekem is volt egy-két koncepció, mert hát mekkora üzlet, hogy hozol két Nocturne-t. És ugye, ha jobb esetben mondjuk van kint egy patod, akkor ingyen hozod őket, vagy egy vérér a kettőt, elmennek bleedelni, azt az egyiket begyúrod egy vargulnak. Mert úgy is meghalna. Érted? Persze. Meg még milyen jó, nem kell Jake Washingtonozni, meg mit tudom én, hanem
hanem akkor be. Csak ugye ott akadtam fönn, hogy nincs olyan lazombra, akinek optenebrés, vagy bocsánat, nincs olyan cím is, akinek optenebrés önnye van, kivéve valami egy tízest, akinek van alap, de az annyira nem üzlet, hogy neki meg nincs azt szemizéje. Na mindegy, hogy kisebből szerettem volna, hogy hatékonyabb legyen, mert ugye ott van az a hetes lazombra, aki egyre olcsóban hozza az optenebrésönt, és akkor az ingyen kihozza a Nocturne-t, és akkor mellé még valami cím is kellett volna, és akkor elkezdtem gondolkodni azon, hogy jó, oké, akkor kell egy lazombra, akinek van offuse-kétje, hogy akkor nem ezéből fogok stealth-elni optenebrésönből, hanem offuse-kétből, akkor keresünk a címist, akinek van offuse-kétje. Volt egyébként, és viszonylag kicsi ott ez az Anarita Montana, ott ötös, még dominétje is van, szóval, hogy nem lenne az rossz, csak hogyha meg kis lazombrát hozok, akkor nagyon gyorsan elfogy a vére a Nocturne-ra, ha nem húzok petet. Na, szóval, hogy várjuk a deck ötleteket. Hát ilyenkor kell csárdi módba kapcsolni, és négy pettel kell játszani. Ennyi, vagy 12-vel. Annyi nem kell. Csak pet. Annyi van ős csak petek. Na, szóval, hogy majd ennek is fogunk szerintem egy külön adást szentelni, az ilyen rendkívül ötletes pakliknak. Igen, amik soha nem működnek, de egy-két lap, tehát hogy majd itt úgyis akkor szerintem erről majd szépen az ártokra rá fogunk ráismertünk kanyarodni, de hogy vannak olyan lapok szerintem mindenki, minden vámpírosnak, minden kártyajátékosnak az életében, hogy egy-két olyan lap, ami csak azért, mert jól néz ki, és ténylegesen ez az előnye egy-két lapnak, hogy jól néz ki, de amúgy annyira nem hasznos, sőt mondhatnánk haszontalannak is, de jól néz ki. És emiatt akarsz vele játszani. Hogy legyen most nálunk, akkor legyen vámpír. Tehát, hogy ezekből biztos, hogy mindenkinek van olyan elvetemű pakli ötlete, hogy csak azért rakja össze azt a decket, ha más nem fánnak, mert jól néz ki alap. És akkor most ugye ebből ugye kiindulva a régi ártok újra gondolása címszóval, ugye a Black Chantry kiadta a három, vagy hát a pre-constructed decknek, ugye ez lesz a... Igen, van egy 30. Kiadás, ünnepi 30. kiadás, ugye ezt már a Black Chantry elpromózta, hogy ez egy Torreador pakli lesz, és hogy ebben a pakban egyébként megjelennek majd az új Justicárok is. Igen. A többi ugye már felújított, vagy hát újra kiadott kamarillás klánokhoz, és ebből a csomagból láthattunk három darab lapot, kettő vámpírt, illetve egy prezences akció módosítót, a Business Pressure nevű lapot, aminek egyébként szerintem az ártya az egészen elfogadható, meg valid. Nagyon stimmel szerintem ebbe az egész World of Darkness-es vonalba, ez az éjszakai, nem tudom, nagyváros, úgyhogy ezt én nagyon, nagyon adom, meg ez a lap, ez nekem nagyon tetszik. Ugye maga a lap, majd ezt, maga a lap az, ugye azt tudja, hogy a politikai akció során játszhatod ki a hogy mi szavazó fázisban, igen, amikor a szavazatokat számlálod össze, és hogy a matuzs államek elkezdhetnek pult égetni azért, hogy extra vótokat kapjanak, és minden egyes vótért, vagy minden egyes poolért alapon 2 vótot kap, superiorba meg 3-at. Nem tudom, hogy szerinted fogjuk-e használni ezt a lapot amúgy. Nem. Nem. Tehát, hogyha annyira szavazat kell, akkor évet fogok használni. Hát meg basszus, ez a lap, ez megint az van, hogy tehát én egyedül tudok égetni pult, másik 4 ember meg akár tud ellenem is égetni pult. Tehát most mi a igen, de csak 2 kapnak. Ugye egy szuperente meg 3-at kapsz. Oké. Okay. Szuper. Szavaz. Ja, igen, de én égetek 1-et, 3-at kapok, 2-en égetnek ellenem 1-1 pult, az már 4. Igen. Na, szóval akkor adtam a szarnak egy pofont, vagy égettem 2 emberen 1-1 pult. Nem de tudom. Ezt ki kell majd teszteni, de én most jelen pillanatban azt érzem, hogy inkább játszanék bevicsingel. Ja, egyértelműen, vagy inkább perfekt paragonnal. Vagy hogyha nagyon sok szavazat kell, akkor évvel, de hogy ezzel a business pressure-rel kevésbé. Maximum azért, mert jól néz ki.
Na látod, és akkor itt tartunk, hogy lapok, amik jól néznek ki, vagy lapok, amiket soha eddig nem játszottak ki. Mi az Isten játszottál ki? Azaz. Ugye mondtam neked, hogy milyen deket akarok csinálni? Hát, hogy így. Amikor kirakod a lapot, és az mi? Igen. Haszontalan, nem működik, de jó, persze, játszik. Nem tudom egyébként, hogy kellett-e egy ilyen lap. Volt már ilyen lap a játékban. Ja, hogy ez nem, újra, nem új lap? Nem. Ja, jó. Akkor ez csak egy újra kiadás. Jó. Hát akkor azért nem használtuk eddig se. Eddig ilyen... volt jó. Igen. Jó. Eddig is valami két nőszemély volt valami irodaházban, mint hogyha nem tudom, ilyen indiai vagy török. Már nem mindjárt. Jó asszonyok lennének. Bevágjuk a régi artot is már. De tény is valahogy nagyon-nagyon jól néz ki. Tehát, hogy jólnak jól néz ki, ez az új képe. De szerintem az év Bewitching és Perfect Paragonon kívül még talán egy Charming Lobby az, ami használható, hogyha nagyon olyan a degre. Valóban itt van a Business Pressure. Aha. Hát, na mondjuk ehhez az eredeti grafikához képest ez egy elég komoly előrelépés. Igen. Na ezt azt mondom, hogy itt megérte lecserélni az ártot. Úgyhogy majd ezt is szépen betesszük ide nektek, hogy ti is meg tudjátok nézni a régit. Hát erről nem tudom, hogy mi a pressure, meg hol van ebbe. Hát én sem látom. Talán az, hogy leesik a szatén maszk a csajról, vagy nem esik le. Aztán kiderül, hogy mégse csaj. Ja, na, az a business pressure. Az már eléggé pressure. Na hát viszont akkor beszéljünk a... Másik újra kiadottról. És hát akkor... mert válasz egyet, hogy melyiket nézzük először. Hát a másik újra kiadottról. Ja, a Lucinda? Igen, mivel ja. A Marcos az egy új. Ja, jó, oké, az borzal. Jó, tehát Lucinda alattól itt is meg fogjátok kapni a régi és az új grafikát is, hát szerintem. Hát ugye itt én a végighallgatom, tehát azért tudni kell, hogy én a lore-ban annyira nem vagyok járatos, de hála jó Istennek itt vannak ilyen könyvbulvárok közöttünk. Okay. Meg akik szeretnek nagyon sokat beszélni a lore-ról. Szóval elmagyarázták itt az okosok, hogy ő mennyire gyermebeteg ventrú állat, ugye Lucinda, és hogy a régi kép az épek, hogy nem az volt. Bár én a régi képét sokkal jobban szeretem, pontosan azért, mert egy csendes baltásgyilkos mindig veszélyesebb, mint az, aki egyből rádódít, és így neked esik, mint borja az új kapuna. Vagy hát nem tudom. Meg azért, mert a régiekre, tehát nekem volt egy ilyen agymenés, tehát ez a miből építünk dekket. Adánával össze lehet rakni, meg van még egy női karakter, és mind a háromnak kesztyű van a kezén. Ez a potenciál. És a kesztyű, úgy kesztyűben tudáltatnak a csajok. Megpofoznak. Amikor egy hatost így bekapsz tőlük, és így le is preventálják, az úgy nem biztos, hogy jó érzés. Ez komoly. Nekem alapvetően nem is ezzel van a bajom, hogy most ő mennyire néz ki elmebetegnek, vagy agresszívnak, vagy nem tudom a képen, hanem hogy nekem annyira AI generáltnak tűnik ez az egész. Hogy, igen. Szóval, hogy nekem túlságosan mű. Tehát, hogy nem hiszem el róla, hogy ez egy elmebeteg vámpír, mert nem annak néz ki ilyen, most hülyén hangzik, hogy azt mondom, hogy élettelen, mikor egy élő halottról beszélünk, de hogy nem adja vissza azt az igazi vámpír létet nekem, hogy nekem nem. Ha megnézed, oké, hogy a színvilága passzol ehhez a Ventru színkerethez, ami a klánhoz van, de hogy nekem nem tudom, mégis annyira elüt a régi kártyáktól, olyan, mint hogyha egy ilyen háttér elé csak így oda lenne téve, hogy nem, nincs meg az összhang a háttér, meg a... Nem, én is teljes mértékben úgy érzem, hogy nem, tehát az nem, valahogy nem az igaz. Egy Ventru Justicának azért legyen már némi kelleme. Hát ennyi, tehát, hogy akkor is, ha egy állat. Igen, tehát hogy akkor is, hogy ez a... Lehet véres a szája. Értem. Na, szóval, hogy nem, és mit szólsz a képességéhez? Az eddig is nagyon jó volt. Tehát, hogy mind a kettőnek nagyon jó a képessége. De itt, hogy tényleg mindenki agyonverheti, tehát... Szerintem ez elmebeteg. Igen. Tehát ez egyrészt plusz egy bleed, tehát hogyha megnézed az előzőhöz képest, ugye, tehát ez mindig egy... Tehát az, hogy egy Ventrunak, akinek szuper forté van plusz egy bleedje, az sose rossz. És azt mondom, hogy kihozom Lucinét, és onnantól kezdve mindenkinek débbevelése van.
aki kamarillás. Igen. Az mi? Hát az elképesztő. Elég, na, meg hát ugye az, hogy nem alapvetően mesterfálisodban, de nem kell elköltened a mesterfálisodat. Ja, csak égetsz egy vért. Így van. Tehát, hogy free drive-ból azért elmegyek, ide pakolok, oda pakolok, lidelek, agyonverek. Hát ja, vagy ha játszol, nem tudom, még bármilyen másik D-beütéssel, akkor már alapból két D-beütésed van egy körbe, az két design. Igen, két design. Szóval, hogy az nem rossz. És ott összerakod bármilyen kis potenszes ezékkel, vámpírokkal, vagy tényleg bármivel, akár fegyveresekkel, szóval annyi kombatenc nincs, hogyha nem tudom, kim van 3-4 másik vámpír mellette, hogy ne tud leverni azt, akit igazából akar. Szóval, tehát a maga a képesség azt szerintem el lett találva, de ez az árt, ez egyáltalán nem tetszik. Hát egyáltalán nem. És térjünk már ki, mert pont az Tóth Olivérnek a hozzászólása lepődtem meg, és én addig nem is figyeltem, hogy mit szólsz a 30. kiadásos logóhoz. Nem is látom, azok ki, hogy van ott egy 30-as. Szóval, hogy... Tehát, hogy így, az első pillanatra nekem konkrétan úgy nézett ki, mintha egy cimiskránjel lenne, de igen, tehát, hogy ez így, ez egy 30-as vércsepp, az... Hát igen, az kb. Ennyi. Most mindjárt megmutatjuk a 10. meg a 25-nél is elvileg kellene, hogy legyen ilyen. Igen. A 25-nél biztos, hogy van. Szóval, hogy a 25. kiadáshoz képest ott az szerintem sokkal jobban látható volt a sarokban, hogy ott az egy ilyen 25. kiadásos külön szettnek a jelzése. Szóval ez meg kicsit olyan bugyuta, nem? Igen. Tehát tényleg ez semmilyen valójában. Egy kis bugyuta. És ráadásul még a betűtípus, vagy tehát a számnak a típus, a betűtípus se. Nem. Az igazi. Na, úgyhogy én megmondom neked őszintén, és akkor áttérhetünk a Márkoszra, hogy amikor a Péter Ádám ezt a két lapot így bedurrantotta a csoportba, én nekem akkor éppen, nem is tudom, valami munkám volt, és csak így rápillantottam, és jól mondom, hogy megnézem, mert ezek biztos valami ilyen fan-made lapok, amik ilyen, nem tudom, AI generált artokkal kijöttek. Hát nekem az első reakcióm az volt, főleg a Lucindénél, hogy ugye mi kaptunk ugye lehetőséget arra, ugye, hogy teszteljük ezeket az új lapokat, és rálássunk hamarabb. Na most nekem egy baromi nagy csalódás volt a Lucindének az ártja, tehát ami a test szervenen rajta volt. Én azt hittem, hogy esküszöm, az annyira gyönyörűen nézett ki, hogy az lesz az átja, csak így valahogy ki fogják színezni, hogy a fekete-fehér volt a kép. És amikor egy megláttam ezt, hogy mondom, ez micsoda? Tehát ezt egy Brugzsának, egy tényleg a cimis, nem tudom, hogy hívják, kis csajcinak, kis punklánynak, de hogy bárkinek, de nem egy Justicának. És akkor Márkosz, hát jól meg a... Tepsi, talán ez a matek tanár, az engem nagyon komoly. Tehát, hogy így. Nevetséges. Ez elképesztő. Most itt nem tudom, hogy van olyan felület egyébként, hogy a Vétes Decken lehet más átokkal nézni. Artistra keresni? Nem sem. Mert ugye jó lenne azt azért látni, hogy ezek, akik dolgoznak a Black Chantry-nek, ők milyen más ártokat csinálnak, de azt kell, hogy mondjam, hogy ha ilyen lesz a, nem lehet artistra keresni, tehát hogyha ilyen lesz a színvonal, basszus, hát remélem, hogy ez csak a két legszarabb, amit mutattak. Nagyon reménykedem benne, mert a végén el kell kezdenem nagy túlokat kitenyészteni, hogy eltakarjam a vámpírok képeit. Én megmondom neked őszintén, hogy ezen gondolkodtam, hogy hogy ugye most csináltattam a Bukival ugye full art lapokat, egy Vesselt is már, meg egy Villain, hogy akkor most azt mondom, hogy akkor ezt is fejtsd át, de most, hogyha akarok játszani egy playset Lucinda Alastorral, azt nem akarom nézni ezt az ártot, azt mind a négyet átfestettem, akkor az 80 000. Annyit nem biztos, hogy ér a sztori, de azon is gondolkoztam, hogy fogom, kinyomtatom a régit, azt ráragasztom a közepére a Lucinda Alastort. Szóval nagyon bízom benne, hogy majd a többi lap fog minket kárpótolni, mert azért, ha visszaemlékszel, csak menjünk vissza a legutóbbi három
alappaklira, ugye Cimis, Szalubri meg a Ravnosra, ott azért voltak nagyon jó voltak szép ártok. Vagy gondolj bele az újra kiadott, nem tudom én, kombat lapokra, mondjuk a Sense the Savage Way-re, vagy full artos Mythic Form-ra, azért vannak nagyon jó... Hát igen, az a baj, hogy valószínűleg így, vagy én nem tudom, tehát hogy közvéleménykutatást kellene tartani, Tepsi, ez a te feladatod, hogy, tehát, hogy ez őszintén kinek tetszik. Na, de ez, én és ezen... És nincs valaki, aki ezt így igen, tehát, hogy megnéz, ezen gondolkoztam én is, hogy a gyerekek, akkor csinálunk 30. kiadás, vagy 30. évforduló, oda durrantunk egy izét, jó kis prekódeket, és hasonlíts meg össze a 25-ben kijött Stanislava. Még az egy régi árt, csak újra kivonulva, de nézd meg azt a vámpírt, hogy hogy néz ki. És akkor így azt mondjuk, hogy jó, hát akkor fessetek nekünk ilyen ezért. És így beküldik, és azt, de kurva jó! És az még hagyján, hogy átmegy a szűrőn, de hogy ezzel a két lappal kezdik el promózni a 30. kiadást. És így meglátod, hogy... Amúgy észrevetted, hogy a matek tanárnak seggála van? Igen. Én nekem most így fel. De ha megnézed, egyébként az is el van csúszva a szájához képest. Igen. Mert rohadtul tök szar helyen van. Nem, tehát... És akkor egy Torrádorról beszélünk, érted, akinek ilyen, milyen haja van már? Hagyjuk. És akkor szerintem egyébként ő se passzol a mögötte lévő háttérrel, tehát így... Nem, egyáltalán teljes mértékben. Tökre. Előtt. Ja, szóval, hogy így, na, mindegy. Nézzük meg a képességét. Igen, igen, matuzsálemek, akik mit kasztolnak. Akik ellene szavaznak abban a referendumban, amit ő hív. Égnek egy pult. Ez egy jó képesség. Amúgy a képesség ennek se rossz. Egyetlen egy baja van, hogy a minor anim helyett kaphatott volna a Fortit, és akkor összefért. Az már nagyon csúnya lenne, hogyha lenne még egy hatodik. És akkor úgy jó lett volna. Ennyi értelme lett volna ennek a matek. Mert én arra várok, hogy Triabel kijöjjön, és itt olyan torrádó. Tehát gondold el azt a Vampire Community Bogotába, aki megválasztják ezt hercegnek. Tehát, hogy így, nem tudom, hogy az első Nosferatu azt mondja, hogy te majd ki vagy, hol vagy. Tehát azért kapott animot, mert hogy egy kicsit Nosfi. Ja, értem, és félek. Na, mindegy. Szóval én megmondom őszintén, személy szerint én csalódott vagyok ettől a két ártól. Mondom, a Business Pressure-nek viszont nagyon örülök. Annak nagyon jó lett a képe. Tehát, hogy az a baj, hogy igen, tehát, hogy megint ott tartunk, hogy egy olyan, két olyan vámpírról beszélünk, aki amúgy lehetne használni, ja, csak ronda, és egy olyan lapra, ami jól néz ki, de haszontalan. Hát, hogy így... Meg, hogy elég nagyok a szélsőségek, tovább, hogy van nagyon szép, meg nagyon csúnya, és hogy na, mindegy. Persze azért, ha visszagondolunk, azért régen is voltak elképesztő ronda ártok, de hogy, szóval, hogy ahhoz képest irgalmatlanul sokat fejlődött a technológia is, a technikák is, hogy hogyan lehet képeket készíteni, szóval, hogy szerintem azért ennél... Igen, én régen azért szerettem nagyon a asszamitákat, azoknak valahogy annyira jól nézett ki az a vörös-fekete háttér, és mellé ez tényleg ez a fél arab beütés, ja, azok nagyon-nagyon jól néztek ki, és ugyanígy a szetitáknál is. Vagy én ezért szeretem a Szalubrikat, a piros-fehér háttérrel, azok el vannak találva, mondjuk egy Mátyás. Szóval Christopher Shy azt szerintem egy olyan színvonalat rakott le, hogy attól nagyon nehéz eltekinteni. De most itt így azért földobált nekünk így egy-két ártot azért a Vétes Deck Builder, szóval azért itt is vannak azért jó, persze, olyanok, amiket inkább felejtettünk volna. Na de hogy nagyon bízom benne, hogy még az egész Hekata klán az nem ilyen ótvar ezekből fog átfoglalni. Azonban rá fogják fogni arra, hogy ilyen nekromanták, aztán ilyen mindenféle paktumot kötöttek, és azért nézve ki csúnyán. Ja. Úgyhogy ennyit a mostani ártokról, várjuk majd a többit, és hát bízunk benne, hogy majd lesz olyan is, aminek fogunk tudni örülni. Ezzel kapcsolatban is várjuk a véleményeket. Igen, várjuk a visszajelzést. Akad-e olyan ember, akinek bármelyik is tetszik? Igen, aki átengedte volna mondjuk ezt az ártot a szűrőn. Hát nem. Én biztosan nem. És
akkor még egy témánk maradt, ami igazából kettő, az az, hogy itt egy körülbelül másfél vagy egy héttel ezelőtt felvetődött Vaka Máté régió képviselő, fő, atya, úr, isten, judge ötletében, én szerintem egyébként csak ilyen poén alapon, de mi meg rákaptunk arra, hogy felvetődött egy ötlete egy Vampire tábornak nyáron, egy két vagy három napos vétes tábor, és hát a mi közösségünk egyik nagyon komoly szervező ereje a Krizsán Alex. Igen, túlságosan rá. Krizsánszki Alex, és ő gyorsan rá is kapott erre az ötletre, úgyhogy már helyeket is nézett meg ilyesmi. Igen, úgyhogy most beszéltük éppen tegnap, hogy tök jó helyet talált. Annyi, hogy ez szerintem mindenképp ilyen limitált létszámú lenne első körbe talán. Valószínűleg, hogy egy maximum két éjszakás történettel indítanánk. Igen, ő úgy beszéltük tegnap, aztán majd, hogyha így update-elődik az info, akkor úgyis mi is update-eljük, de tegnapi napon folyamán úgy beszéltük meg, hogy beszéltünk róla, hogy tényleg két éjszakás lenne, és akkor ugye ez egy ilyen csütörtök péntek szombat lenne, mert hát nem biztos, hogy a péntek szombat vasárnap az olyan jó lenne, mert hát persze, hogy legyen még lehetőség regenerálódni. Igen, mert hát azért lássuk be, hogy oké, hogy napközben azért megy a kártya, meg úgy este is megy a kártya, de ismervén magunkat, ott más is ott lesz. Igen, ott Tivolnya is lesz, igen. Lássuk be. Meg Pokémon Go. Pokémon Go. Hát az biztos. Összeszedjük az összeset. De hogy értsétek, itt azért olyan tábort tervezünk indítani. Egyrészt fogunk keresni egy új helyet ennek a Bloodcast felvételnek, vagy legalábbis megfordítjuk majd a felvételnek, kiég a retinánk mindkettőnk. Én az enyém most még nem, inkább 5 perc múlva igen. Na jó. Szóval, hogy úgy tervezik ezt a három napot, és olyan helyre szeretnénk ezt szervezni, ahol azért nem csak a vámpírozással lehetne foglalkozni napon, szóval ott lesz teniszpálya, medence, csocsó, biliárd, nem tudom mik vannak még, darts, és hát azért fogunk vinni társast is, mindenféle társasokat ki lehet próbálni, de hogy a központban azért a vétes lenne, és az előzetes felmérés alapján ez úgy néznek, hogy csak a hely, az ilyen 5000 forint per napban jönnek ki, tehát mondjuk 15000 forint per fő az, hogy ott vagy, és akkor még ugye lehetne ott a kaját összedobni közösen. Mert... Igen, egy bogárcsúzást beszéltünk, hogy az nem egy nagy vacincat lenne, viszont ennyi főre meg lehet csinálni. Én tudok hozni virgalmatlan mennyiségű húst, akár 20 főre is, szóval birkát, marhát. Ja, meg ugye, igen, ami nagyon fontos az, hogy ugye vagy ugye ilyen sátrazós a buli, vagy hát ugye... Alszunk együtt. Igen, melegítjük egymást. Ja. Úgyhogy keressük majd még erre a helyet, és ki fogjuk majd írni a Vétes Hungary-be, hogy ki az, aki érdeklődik. Én nagyon örülnék, hogyha egy 20 fő össze tudna jönni, tehát hogy egy 4 asztal legyen fixen, hogyha szeretnénk játszani, és akkor lehetne ott egy ilyen kis mini versenyt, egy ilyen 3 napost összehozni, hogy miért. Majd erről is fogunk beszélni. Hát vagy végre egyszer megtapasztaljátok, milyen az, amikor más meg harmadnaposan tartunk egy szombati versenyt, hogy milyen az, amikor én is szoktam versenyezni bulik után, hogy na, megtapasztaljátok, mennyire kell koncentrálni. A versenyre készülés állat volt. Igen. Helyes. Mert azért bennem is vannak ilyen ötletek, hogy akkor csinálunk egy, nem tudom, ilyen 3 nap 3 deck, és akkor aki a legjobb eredményt eléri, hogy akkor ne az legyen, hogy 3 napig játszol ugyanazzal, vagy meg lehetne végre csinálni az alappakli versenyt is ott akár, vagy meg lehetne csinálni azt a versenyt, ami nagyon adok, és az Alexnek volt azt hiszem is az ötlet, hogy mindenki hoz egy decket, és akkor utána mind kisorsoljuk, hogy kinek a deckjével fog játszani, de hogy senki sem a sajátjával. És, illetve ami még ugye itt napirenden lesz, és akár a táboron, vagy a táboron kívül is ezt meg lehet csinálni, hogy mivel most elég nagy készlet jön be ugye ebből a háromféle boosterből, így végre lehetne viszonylag jó áron draftolni, mert én megmondom össze, hogy elég régóta játszom a Vampire, de én soha nem voltam draft versenyen. És engem is érdekel, hogy mit lehet összehozni. Mindenféleképpen szeretném kipróbálni egy 10 boosteres draftot,
ami azt jelenti, hogy mondjuk, hogyha 1800 forintjával számoljuk a booster, akkor 18.000 forintból van egy ilyen, és akkor még lehet nyereményhez hozzátenni, mondjuk, hogy egy 20-assal bejövünk, és akkor ebből lehetne. Természetesen utána mindenki megtartja, amit traktor, ja, vagy lehet csinálni úgy, hogy először kibontjuk a boostereket, mindenki fölfotózza, és akkor utána traktoljuk szét, de ez már másik kérdés. Szóval egy ilyet mindenféleképpen én szeretnék kipróbálni, mert mondom, soha nem volt ilyenben részem, úgyhogy ez is lehet akár a tábornak egy része. Úgyhogy majd ezzel kapcsolatban is várjuk az ötleteiteket, sőt, hogyha tudtok ajánlani helyet, akkor azt is küldhetitek, azt is szívesen megnézzük, megkérdezzük, hogy akkor mit, meg hogy. De ezt szerintem így az első alkalomban mindenképp ilyen minimálba tervezzük össze. Azt nézem így a videóról, hogy az Viktor ilyesmik, de jól néz ki ugye? Ez a fény. Én is az előbb pontosan rávillantottam oda a monitorra, és láttam, hogy így beleállt ebbe a napsütésbe. És bírja. Na, tudom, hogy neki korfia. Ezt is. Éppen láttam az itt ilyen Temu és hasonló oldalak híreszteléséből. A Fortit. Nem a Fortit. Volt a Temu Victoria S? Nem, ilyen három lencsés szemüveg, mintha szalugrinak kellene ide középre. Mondom, látod, ők tudják? Ők biztos, hogy szalugri irányított a cég. Van középütt lencse. Aha. Ja, megmutatom, azt majd maximum elküldöm, és bevághatod ide. És azt is szeretném egyébként kérni tőletek hozzászólásban, hogy aki meg tudja mondani, hogy a Zsolti a Bloodcast felvétele közben hogyan jutott el gondolatban a Temus három szemes szemüvegig, az kemény. Na ez a nem semmi gyerekeny. A Szalupri nap szemüveg, ezt majd ide bedurrantjuk. Lehet, hogy rendelünk is egyet, és ez lesz a fődíja. Jó. Következő versenyen, a jó szalubri napszemüveg. Szóval, hogy bődületes mennyiségű boosterünk lesz itt hamarosan, úgyhogy hogy nagyon szeretnék szervezni egy ilyen draftot, hogy majd ezzel kapcsolatban. Ez egy kifejezetten élmény szerintem, tehát na, ott tényleg a tudásodra, meg a szerencsédre van szükség elsősorban. Igen, pont most nézegettem egyébként draft szabályokat, hogy azért, aki szintén nem draftolt még Vampirból, ugye azért egy ötfős, egy olyan játékban, ahol alapvetően a kriptát határozza meg, hogy milyen lapokat játszhatsz ki, ott azért viszonylag nehéz draftolni. Főleg, hogy meg kell néznünk egyébként, hogy KMV-ben, meg Black Hand-ben, meg a GNA-ban mennyi olyan lap van, ami tényleg totálisan use lesz. De hát majd ezeket majd fogjuk figyelni. De hogy ismerni kell a kézbe. De mindig az a jó, hogy tehát ugyanabból a vödörből válogat mindenki, tehát ugyanolyan haszontalan lapokkal fog játszani mindenki. De hogy vannak ilyen opciók például a versenyszabályban, hogy van ilyen trade option, hogy ugye meg van határozva egyébként az is a szabályban, hogy mennyi booster esetén mekkora paklit kell összeállítani. Alapesetben a minimum librari méret az 40, kivéve, hogyha nagyon kevés, tehát én most a 10 boosterest mondom, ott ugye 10 kriptádnak kell lenni, illetve 40 librarinak legalább. De hogy célszerű egyébként a 60 lapos librarira törekedni, és 10 booster alatt vannak ilyen újrakeverési opciók, azt hiszem 7 boosterig egy újrakeverésed van, ami azt jelenti, hogy ha elfogy a paklid, vagy bármikor, amikor úgy döntesz, akkor az S-hípedet egy discard phase actionbe bekeverheted a paklidba, és amíg ez a vouchered kvázi megvan, addig úgy számítasz, hogy nem fogyott el a paklid. Mondjuk, ha bontasz egy Dia de los Muertos-t, vagy nem tudom mi, az Brickmanship-et, akkor az nem működik, amíg van egy újrakeverésed például. Na szóval, hogy vannak ilyen speciális szabályok, és ilyen ez a trédelés is, hogy kiválaszthatsz a libraritból azt hiszem 5 lapot talán, és akkor azt kiteszed, és, vagy 15-öt? És akkor cserélgethetsz a többiekkel, de ott ilyen nyílt trade van, hogy mindenki kidobja a lapjét, és akkor választasz egyet, és akkor vagy elfogadja a csereberét a másik, vagy nem. Szóval, hogy ilyeneket is lehet majd ebbe belevinni, hogy mondjuk játszható paklik szülessenek ebből a sztoriból.
Úgyhogy a táborról nem tudom, Zsolti, neked van még valami? Nem, én valójában abban még várok ilyen plusz információkat így a szervező közönségtől, de... Ja, mindenképp úgy tervezzük, hogy ez nem családi tábor lesz, tehát ugye nem. Ez szigorúan véteses felnőtt tábor, ha úgy van, szóval, hogy ilyen gyerekmentes kivéve, ha a gyerek is vétesezik. Így van, akkor jöhet természetesen. Hogy azért így lássuk. Ja, de hogy nem lesz ugrálóvár, meg szerintem aki elhozza a gyereket, bedobja a mély vízbe. Igen, át kell szoktatni a lányt is az ősök hajnaláról a vétesre, úgyhogy ez mindenképp egy opció tud lenni. Na, úgyhogy ezekről beszéltünk itt a mai nap folyamán. És egyébként köszönjük szépen a visszajelzéseteket az előző adásokról. Jött egy jó pár lapötlet, hogy mi legyen a nemzeti magyarítva. Ezeket majd le fogom beszélni a Black Chantry-vel, hogy melyik lehet ebből opció, és akkor ez is el tud indulni majd a maga útján. Úgyhogy köszönjük azokat a pozitív visszajelzéseket is, hogy egyre jobb a Bloodcast, úgyhogy aranyosak vagytok, hogy itt motiváltok minket. De továbbra is várjuk a témajavaslataitokat, hogy miről hallanátok szívesen. Így van, hogy miről pofázzunk itt nektek a következő részben, és hát várunk mindenkit a június 1-i versenyen, mert ha jól számolom, akkor addig már nem lesz másik Bloodcast. Nem, mert pont utána lesz megint. Így van, úgyhogy... De legalább ott is sem megint beszámolhatunk a versenyről. Hogy nyertem. Igen. Hát, megbundáztad. Ezt is megbundáztam, de... Te már nyertél, én már nyertem, most akkor kit intézünk. Az a lényeg, hogy ne Charlie meg Alex. A többi nem érdekel. Ja, igen. Hát, ja. Jó van, úgyhogy köszönjük, hogy itt voltatok, és várjuk a javaslataitokat, észrevételeket, nyomjátok a lájkot, csapjátok a feliratkozást, így van. Miket kell még csinálni, nem tudom, aztán soha nem volt ilyen. Aztán ciao, sziasztok! Sziasztok!